Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb barangolás Európában rész lesz, ami ma nem más lesz, mint egy svájci barangolás. És ez a svájci könyv már egy ideje a várólistámon van, és ez egy klasszikus gyerekkönyv lesz, ami pedig nem más, mint Johanna Spiritől a Heidi, és ebben a nagyon-nagyon kis szép kiadásban olvastam, hogy fordítsam, hogy látszódjon rajta a cím meg minden. Az azt hiszem a Puffin in Bloom kiadása a Heidinek, és ez egyébként Emma könyve, tőle kaptam kölcsön. És ezt olvastam. A Heidi egy olyan sztori, amit itt szerintem, mármint a névvel így nagyon sok ember szerintem tisztában van, mivel hogy ez egy ilyen elég nagy klasszikus. Viszont én így nem emlékeztem, hogy valaha olvastam volna elejét, vagy hallottam volna elejétől végig a történetet. Azt tudom, hogy volt egy nagyon szép Heidi kiadásunk, vagy hát van, csak már nem nálunk, hanem tesómnál. És így abból rém lett egy-két illusztráció, de hogy ennyi, tehát az, hogy mi történik a Heidiben, arról fogalmam sem volt. Viszont miután én realizáltam, hogy egyébként ez egy svájci szerző, azután aktívabban így unszoltam magam, hogy na akkor majd valamikor el kéne olvasni, úgyhogy most végre megtettem. Az egyik meglepő fordulat a könyv olvasása során számomra az volt, hogy kb. Két nap alatt kiolvastam, amire egyáltalán nem számítottam, mert bár nem egy vastag könyv, főleg, hogyha így belülről nézzük, és ugye még vannak benne illusztrációk is, de hát így is 300 oldal. És nem tudom, valamiért arra számítottam, hogy sokkal kevésbé fogok tudni vele haladni, mert ugye, hát egyrészt nem azért, mert angolul van, hanem inkább azért, mert ugye ez még 1800, mikor itt? 1880-as maga a könyv, az eredeti, a fordítás az 56-os. De hát akkor is ugye ilyen régiesebb az angol benne azért, vagy hát régiesebb a nyelvezet, és eleve a saját Puffin kiadásaimat is azért kicsit nehézkesebb olvasni a klasszikus gyerekkönyveket a nyelvezet miatt. És nem tudom, nem számítottam rá, hogy ennyire be fog húzni a sztori, mint amennyire tette. Na de miről is szól a Heidi azoknak, akik nem tudnák? Ahogy én sem tudtam, hogy miről szól a Heidi, amíg el nem olvastam igazából. A történetünkben Heidit követjük, aki egy árva, mert valahogy a klasszikus gyerekkönyvek mindig így kezdődnek. És őt 5 éves korában a nagyapjához költöztetik, aki az Alpok egyik hegyén él, így messze a legközelebbi falutól, és ott mindenki ilyen nagyon zsémbes öregembernek tartja, és hogy borzasztó személy, és nagyon sajnálták, hogy szegény Heidinek oda kell költöznie, mert hogy ő egy ilyen nagyon tüneményes, nagyon kedves kislány, és hogy hát szegényke a nagyapához kell költöznie. De hát itt így kiderül, hogy igazából nem olyan rossz a nagyapával a dolog, meg főleg a saját unokája, és egy ilyen nagyon kis kedves kapcsolat kialakul kettejük között, és igazából nem tudom, mi az, ami így spoiler ennél a könyvnél konkrétan, de az a lényeg, hogy jön egy ilyen fordulópont, de mondjuk így a könyv egy harmada után, tehát azért már elég rendesen benne vagyunk, amikor is Heidit 10 éves korában, azt hiszem, vagy 8? 8 éves korában. Mindegy, szóval nagyon kis fiatal, pár évvel azután, hogy oda vitték a nagyapjához, és ott így megszokta az életet, és ott nagyon szeretett ott lakni a nagyapájánál. Elviszik Berlinbe egy ilyen gazdagabb családhoz, ahol egy mozgáskorlátozott kislány mellé viszik, hogy társaság legyen, és hát igazából én úgy éreztem, hogy a könyvnek ez volt a bonyodalmat megindító része, azért idáig mondom a cselekményét, mint hogy ott jött egy ilyen nagyobb fordulópont azon felül, hogy Heidi berendezkedik az Alpokba, és az a lényeg, hogy hát annyira nem érzi jól magát Berlinben, ahol ugye nincsenek hegyek, de hogy is Frankfurtba. Jó, Frankfurtba viszik. Ez most nagyon gáz volt, hogy rosszul mondtam. Na mindegy. Német város, végül is majdnem eltaláltam, de igen, Frankfurtba. Jó, szóval nem Berlinbe, Frankfurtba viszik. Mindegy, a lényeg, hogy nagyváros, nincsenek hegyek, nincs sehol zöld terület, úgyhogy, és Heidi nem is érzi magát ott annyira jól, de hogy nagyon kedves emberekkel van ettől függetlenül körülvéve, és hát végül is jóra fordul minden. Szóval ez egy nagyon-nagyon kedves történet, és így nagyon-nagyon élveztem,
nagyon berántott, főleg annál a résznél, amikor elvitték Heidit Frankfurtba, mert hogy ott voltam, úgyhogy úristen, hogy fog, mikor fog visszakerülni, én reménykedtem, hogy nem ilyen 15 év múlva vagy valami. Nagyon természetközeli ez a könyv, és nagyon tetszett benne ez a falusi, alpos, alpesi hangulat, ami van benne, meg ugye az egész történetnek a kis üzenete, és nagyon kis aranyos, úgyhogy ez nem az a tipikusan traumatizáló gyerekkönyv, mint a többi, mint mondjuk a, nem tudom, a Fekete Szépségben, ami full állatkínzós könyv, vagy nem tudom, az nagyon megmaradt a Fekete Szépségből, hogy ez egy gyakorlatilag tömény állatkínzás végig, de hogy ez a így nagyjából elejétől végén eléggé kedves gyerekkönyv, klasszikus gyerekkönyv, amiben itt tényleg minden jól megy és jóra fordul, tehát hogy ilyen nagyon sötét és nehéz részek nincsenek benne, amit én most nagyon tudtam értékelni, és ilyen kis nagyon könnyed tavaszias olvasmánynak tudtam elkönyvelni magamban, úgyhogy nagyon tetszett a Heidi, és nem is tudom, mert nem olvastam korábban. Ezzel a kötettel így kipipáltam a svájci barangolást is, és végre elolvastam a Heidit, úgyhogy ez ilyen két legyet ütöttem egy csapásra. Hát akkor ez volt a svájci barangolás Európában rész, és majd hamarosan hozok újabb barangolást, ahogy olvasok hozzá. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!